Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2022. október 14-én péntek este 7:30-tól. A Hajósi borvidéken véget ért a szüret. A hozzáértők kiváló minőségű bort tudtak idén is készíteni. Sikeres volt a székelykeresztúri Oktoberfest. Kalocsa is képviseltette magát a rendezvényen. Vereség az első igazi rangadón. Egy gólos győzelmet aratott a Nemes Nád udvar. Az idei asszály jelentős mértékben visszavetette a szőlőtermés mennyiségét, de az előzetes várakozásoknál kisebb a kiesés. Vannak ugyanakkor olyan területek az országban, amelyeken gyakorlatilag nem volt termés, sőt egyes ültetvények teljesen kipusztultak. A Hajósi borvidéken gyakorlatilag véget ért a szüret, és annyi szinte biztosra vehető, hogy a tavalyi, az asszály miatt már akkor is az átlagosnál alacsonyabb termésnél kevesebb szőlőt szüretelhettek le a gazdák. Az ültetvényeken nagy számban már lezajlottak a szüretek, néhány Cabernet Sauvignon tétel, illetve azon késői szüretelésű fehér fajták, amiből természetes édesbort szeretnének készíteni a gazdák, azok még kint vannak az ültetvényen, de 95%-ban már le vannak szedve a szőlőt. Ez nagyon rapszódikus szüret volt, azt gondolom, hogy senki nem gondolta május elején, hogy augusztus 10-e környékén elindul Hajóson az írsai olivér szőlőfajtákkal a szület, hiszen nagyon későn kezdődött a vegetáció, viszont az elmúlt pár évtized legkeményebb nyarát kaptuk, és hát sajnos csapadék az június végén volt utoljára, utolsó hétvégén, és egészen a születig nem találkoztunk számottevő csapadékkal, amit azért a szület kezdetére azért a szőlők megsínlettek. Hajóson még nincs hegyközségi adat. A szőlőárak változatlanok maradtak, úgyhogy nem volt annyira gazdaságos ebbe az évben szőlőt művelni. A szőlő musfogokra nagyon-nagyon változó volt, az a szőlőfajták, amelyek jól viselték az a fájt, azok jól viselkedtek és magas musfogot hoztak, viszont a tradicionális szőlőfajtáknál azt gondolom, hogy nem érték el azt a musfogot, mint 2021-ben. A szakember hangsúlyozta, hogy a hozzáértő ember most is kiváló minőségű bort tudott készíteni. Cserszegész fűszeresek, az illatos szőlőfajták, azok abszolút nem sínlették meg a nyarat, úgyhogy kiváló minőségű bor készíthető belőlük. A középérésű fajtákra gondolok, itt Szaeget, Kék Frankos, azok egy átlagos musfokkal jöttek be, viszont itt is azért hozzáadott cukor nélkül a 12-es, 13-as alkoholfokot lehetett produkálni ezekkel a szőlőfajtákkal, úgyhogy azt gondolom, hogy ezekből a szőlőfajtákból is kiváló minőségű bor készülhetett. A Cabernetnek, a Cabernet csak a saját szőlőmnek a musfokát tudom mondani, az átlagban olyan 19-20-szal jött be, ami egy ilyen 12-13-as térfogat százalék alkohol fog tudni produkálni. Itt azért vannak kisebb hiányérzeteim sajnos. Nagy kérdés, hogy mennyire érinti majd a borfogyasztást a válság. Az bizonyosnak tűnik, hogy a borárakat emelni kell, a borászok megemelkedett input és energia költségei, valamint az elmúlt hónapokban megnövekedett munkabérek miatt. Testvérvárosunk Székelykeresztúr önkormányzatától érkezett meghívás Kalocsa számára az első városi Oktoberfest rendezvényre. Városunk nevében Kákonyi István önkormányzati képviselő vett részt a programon. Kákonyi István a közösségi oldalán számolt be az eseményről, mint olvasható volt, a programon jelen voltak Székelykeresztúr további testvér települései, Karcag, Zenta, Dunakeszi, valamint Ajka képviselői is. Önkormányzatunk meghívást kapott Székelykeresztúrra az első alkalommal megrendezett első városi Oktoberfest rendezvényre. Ezt idén rendezték meg Székelykeresztúron első alkalommal, egy hagyományteremtő szándékkal. Azt gondolom, hogy jól sikerült, tartalmas hétvégi programok voltak. Kalocsát én képviseltem. Több alkalommal volt már szerencsém Székelykeresztúron járni, akár mint önkormányzati képviselő is, vagy akár mint a Piros Rózsa Tánc Együttes Egyesület táncosa. Voltunk már kint több rendezvényen náluk, és mindig szívesen megyünk, és mindig szívesen fogadnak minket. A rövid, de annál tartalmasabb program során volt lehetőség egy-egy népszerű kirándulóhelyet is felkeresni. Pénteken utaztunk, és vasárnap már haza kellett jönnünk, de tartalmas hétvége volt.
Pénteken a megnyitó ünnepség után helyi és meghívott fúvószenekarok léptek fel, valamint helyi tánccsoportok. Szombaton kicsit lazább volt, volt időnk kirándulni. Ellátogattunk Csíkszentsimonba, a tiltott csíki sörmanufaktúrába. Ott eltöltöttünk egy délelőttöt, ebéddel zártuk a látogatást. Nagyon érdekes volt a sörgyár. Valamint visszafele megálltunk Csíksomjóba, a búcsúhelyen, ugye templomot bejártuk, és visszaérkezve szintén a helyi rendezvény programjain vettünk részt, vetélkedőkkel, koncerttel. A legnépszerűbb Oktoberfest a Müncheni, mely a világ egyik legnagyobb népünnepéje. 1810 óta évről évre több millió ember látogatja az eseményt. Ezt a fantasztikus hangulatot próbálta a Székely Keresztúri is megidézni, igaz kicsiben. Azt gondolom, hogy teljes mértékben Oktoberfest hangulat volt, jól sikerült, humorest, vetélkedők, koncertek, retróbuli, amit lehetett megtartani, mindent megcsináltak abban a szűk egy napban. Úgy gondolom, hogy lesz folytatása, és jól sikerült a rendezvény, ezt nyugtázhatjuk. Hazai pályán játszotta a szezonbeli első igazi rangadóját a Kalocsai Kézilabdaklub női csapata. A közönség szórakoztató mérkőzésen a lányok sajnos egy gólos vereséget szenvedtek. Egy nézőt szórakoztató gólgazdag mérkőzést láthattuk, akik kilátogattak a Városi Sportcsarnokban vasárnap, ugyanis a KKC női csapata fogadta az örök rivális Nemes Nádudvar csapatát. A mérkőzést azt a nézőként értékelném, ez egy rendkívül szórakoztató mérkőzés, ami végig egy nyitott csata volt, és egyszer a Nádudvar, egyszer a Kalocsa vezetett, és a végjátékban 5 másodperccel a vége előtt egy 7 méteressel kikaptunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy szurkoló vagy néző számára ez egy teljesen pozitív élmény lehetett, edzőként teljesen máshogy értem meg, mert ugye készültünk erre a mérkőzésre, és a lányok a 60 perc alatt a védekezésben azt a taktikát, amit kitaláltunk, vagy kitaláltam, gyakoroltunk már, amivel már Nádudvar ellen egyszer sikeresek voltunk, és nem voltak képesek végrehajtani, úgyhogy ebben kicsit csalódott vagyok. Én azt éreztem, hogy a csapat önmagához képest nem játszott jól, nem védekezett semmit, és így is egy gólos vereséget szenvedtünk. Ez egy jó dolog, hogyha összeáll a rendszer, és a lányok ráéreznek tényleg, hogy mit akarok, és tudatosan fogják csinálni, nem adhok módon, akkor ez egy, innen még ha tudunk előrelépni, akkor ez egy tök jó dolog. A csapaton belül teljesen eloszlottak a jó és a rossz megmozdulások. Nem lehet senkit kiemelni. Mindenkinek volt jó és rossz megmozdulása is. Én azt látom, hogy azért 38 gólt lőni egy megyei bajnokságban, én a támadójáték az az, ami most az erősségünk, ezt a hosszú évek alatt azért, amikor ugye összeállt ez a csapat, akkor ilyen 20 pár gólok voltak a rangadókon, és akkor így apránként léptünk előre, tavaly is már azért a 27-8 gólos átlagok voltak, az idei évben kényelmesen 30 gól fölött vagyunk minden mérkőzésen. Én azt látom csapat erősségének, hogy ugye támadásban, egyéni képességekben is akár meg tudják oldani. Kiemelni nem szeretek senkit, tényleg bárki, aki pályára lépett hozzátett támadásban, csak szerintem akkora volt a fókusz, ugye akkora volt itt a rohanás, hogy mindenki csak arra koncentrált, és egy ilyen mérkőzésen sokkal jobb, hogyha ez egy masszív védekezésből tudnánk ugye építkezni, hát ez sajnos nem így lett. Úgyhogy támadásban kompletten az egész csapat rossz vagy jó volt, védekezésben meg fordítva. A hétvégén szombaton 18 órakor kezdődik a következő mérkőzés a lányoknak, ugyanis a kiskörös csapata érkezik Kalocsára. Női bajnokságban szerepel a csapatunk, ugyanis lányokból áll, úgyhogy nincs kötelező győzelem, de a kiskörös az egy rendkívül jó csapat az elmúlt években. A kiskörösi utánpótlás és a rutinos idősebb játékosokból egy nagyon kis ügyes, erős csapatot alkotnak, úgyhogy én azt értem, hogy egy hasonló mérkőzés vár ránk, mint Nemes Nádudvar ellen. Nagyon remélem, hogy itthon tudjuk tartani a 2 pontot, de kiskörös ellen, ugye ez már tavaly is volt egy idegenbeli döntetlenünk, nem mehetünk biztosra, szinte senki ellen ebben a mezőnyben. Rezák Szabó Annával, a TFS röplabda edzőjével beszélgettünk az egyesületnél folyó munkáról. Az egyesület célja a tömegbázis nevelés és a tehetségesebb fiatalok kinevelése. Ha nincsenek új jelentkezők, nem fogják tudni megtalálni a tehetséges fiatalokat.
Mi mind a kettőt folyamatosan tesszük, mivel hogyha nincsen egy tömegbázis, ha nem jönnek új gyerekek, nem tudunk új tehetségeket sem felfedezni, és nem tudjuk belőlük ugye kihozni a legtöbbet. Tehát elsősorban a gyerekeknek el kell jönniük, el kell kezdeniük, és utána meglátjuk, hogy ki hogy gondolja, mert hiába gondolunk mi tehetségesnek egy gyereket, hogyha esetleg az ő akaratereje nincsen meg, vagy a megfelelő alázata ehhez a sportákhoz. Megtudtuk, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ebben a sportágban. Nagyon összetett dolog. Ugye a készségeket, képességeket is nézzük, illetve a technikai fejlődést. Vannak olyan gyerekek, akik sokkal gyorsabban jutnak el egy adott szintre, viszont ott nagyon sokáig megrekednek. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon nehéz azt mondani, hogy tehetség, azt hosszú évek munkája fogja eldönteni, hogy végül is ő éle majd azzal, amit elér. A katolikus iskolába tartjuk egyelőre az edzéseinket, reméljük ez így is marad, és nem kell majd új helyeket keresni, mert ugye a tél az nekünk is elég nehézkes lesz. Várunk természetesen minden érdeklődőt, mert az nekünk a cél, hogy minél több gyerek megszeresse ezt a sportágat. Én annyit mondanék az edzéseinkről, hogy próbáljanak meg engem keresni, akár Facebookon, telefonon, és akkor az adott gyereknek el tudjuk mondani, hogy mik a lehetőségei, mert elég sok edzésünk van, általában hétfőn, szerdán és pénteken délután tartjuk őket. Te Deum Laudamus címmel kórus hangversenyt és találkozót szerveznek szombaton délután 5 órai kezdettel a Nagyboldogasszony Főszékes Egyházban. A kiváló program során bemutatkozik a budapesti Szent Angéla kórus, a pécsi Szent Péter és Pál Székes Egyház Mozart kórusa és zenekara, illetve fellép a kalocsai Főszékes Egyházi kórus. Igazi zenei élményt ígér a szombatra szervezett kórus hangverseny és találkozó a Főszékes Egyházban. Október 15-én 17 órai kezdettel a Nagyboldogasszony Főszékes Egyházban lesz egy kórus találkozó és kórus hangverseny. Budapestről jön a Szent Angéla kórus, Pécsről a Szent Péter Pál Főszékes Egyház kórusa és zenekara, és természetesen a Nagyboldogasszony Főszékes Egyház kórusa fog szerepelni ezen a rendezvényen. Te Deum Laudamus, ez a rendezvénynek a címe, ez Téged Uram dicsérünk, ezt jelenti. Az énekkarok egyébként egyházi énekkarok. Budapestiek például a pápa látogatáskor is szerepeltek. A rendezvény célja a szórakoztatás mellett az, hogy a közönség ismerjen meg több egyházkórust is, illetve a kórusoknak is van lehetőségük a találkozásra, a tapasztalatok cseréjére. Én azt gondolom, hogy három ilyen neves egyházi kórus egy időben a Kalocsai Főszékes Egyházban egy olyan zenei és lelki élményt fog nyújtani azoknak, akik eljönnek, amivel ritkán találkozunk, talán a Kékmadár Fesztiválnak vannak hasonló színvonalas rendezvényei. Úgyhogy én sok szeretettel várok mindenkit. A három kórus önálló műsora mellett minden egy nyitó és egy záró közös éneklés is lesz benne, valamint Vilmos atya orgonán fog kísérni a kalocsaiakat. A pestiekkel is ilyen orgonista, és a pécsiekkel is, úgyhogy egy nagyon szép és azt gondolom nagyon színvonalas programmal vehetnek részt azok, akik eljönnek. A délutáni program pályázat segítségével valósul meg. Arról szól, hogy olyan zenei élményt nyújtsunk az embereknek, és a kórusoknak pedig fellépési lehetőséget biztosítsanak, és ezért találtuk ki ezt, hogy egy ilyen kórus találkozó Kalocsán a Főszékes Egyházban azt gondolom, hogy egy érdekes és nagyon színes esemény lehet. A program ingyenesen látogatható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval legközelebb hétfő este jelentkezünk. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!